az impresszionizmusból valami szilárdat, állandót akartam csinálni, olyat, mint a múzeumok művészete. Az impresszionistákkal való megismerkedése nyomán 1872-től Cézanne felhagyott korábbi sötét, vaskos festésmódjával. Bár soha nem vált igazi impresszionistává, sőt a formák szilárdságát és állandóságát hangsúlyozó elképzelései épp ellenkeztek az ő felfogásukkal, 1874-től 1877-ig velük együtt állított ki. Ebből az időszakból való ez a csendélet, jellemző műfajának egyik remeke. A párizsi lakásának tálalóján elhelyezett edények és almák megfestésekor a tűnékeny felületi effektusok helyett sokkal inkább érdekelte őt a tárgyak tömegszerűsége és térbeli egysége. Cézanne kisé rendhagyó csendéletét a sötétbarna tálaló masszív tömege uralja. A bútor szokatlan sziluettje a festmény legmarkásabb eleme. Erős, átlós széle ellenére a Cézanne által gondosan felépített, összetett színbeli és formai összefüggés rendszereknek köszönhetően a kompozíció mégis kiegyensúlyozott marad. A 2012 tavaszán végzett restaurálásnak köszönhetően a festmény visszanyerte eredeti színvilágát. Cézanne tónusainak gazdagsága, frissessége leginkább a tálalón heverő fehér abrosz hideg kékes árnyalatain érzékelhető. Az erőteljes világos ellenpontot képző terítő merev redőzete kiemeli a gyümölcsök kerekségét, egyben még hangsúlyosabbá teszik az almák üde színfoltját. A kép tisztítása még látványosabbá tette a festményen tapasztalható festésmódbeli eltéréseket. A vékonyan, laza vonásokkal felvitt világos kék falfelület megjelenítése erősen különbözik az abroszon alkalmazott energikus, egymás mellé helyezett színfoltokra épülő ecsetkezelésétől. A tálba helyezett, szabályosan egymásra rakott, mégis ingatagnak tűnő babapiskóták motívuma Cézanne más csendéleteiben is visszaköszön.